Magyarország több mint 800 településen jött létre értéktárbizottság, köztük 8 tájegységi értéktár alakult, bővül az értékgyűjtő mozgalom megyénkben is. Az újfehértói Fürtös megy, az Ágyas pálinka, a Szatmári Szilvalekvár, a Beregi Keresztszemes, a középkori templomok, a Passzabi Szőttes, a Sóstófürdő, mind gyógyhely, és Józsa András orvos munkássága, mind-mind megyei érték. Folyamatosan bővül a megyei értéktár. A nemzeti értékek felkutatása, azonosítása, gyűjtése és védelme a települési értéktárakban kezdődik, hiszen a helyi értékeket az ott élők ismerik a legjobban. Több település közös egységi értéktárat is létrehozhat. A Megyei Értéktárbizottság szervezi az értéktárak adatainak összesítését, azonosítja a nemzeti értékeket. A magyar értéktárak csúcsa pedig a Hungarikum. A Hungarikum olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a történelmi vagy a mai Magyarországra jellemző tulajdonságával, egyediségével és különlegességével a magyarság csúcs teljesítménye. A hungarikumokat 2012-től törvény is védi. Élelmiszerek, néprajzi, zenei hungarikumok, magyar feltalálók találmányai, kézművesség, múzeumok, könyvek, dokumentumok és mesék tartozhatnak e körbe. Minden hazai értéket védeni és népszerűsíteni kell, hiszen komoly, akár gazdaságfejlesztő hatása is lehet a hungarikumoknak. Köszöntöm a stúdióban Karaova Magdolnát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottság elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nos, hát hol tart a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értékek listája? Mekkora mennyiségről beszélhetünk? Jelen pillanatban 35 érték van a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéklistán. Ez a szám mutatja, hogy még a munka csak éppen hogy elkezdődött, hiszen azért arra nagyon büszkék lehetünk, hogy a mi megyénkben ettől sokkal több érték leledzik. Ez feladatot ró annak a 227 településnek, aki ebben a megyében található, hiszen az lenne az egészséges, hogyha a településeken végbe menne az az értékfeltáró munka, amivel meghatározhatnák a saját értékeiket, aztán ezt követően azok közül az értékek közül, amiket ők így kosárba gyűjtöttek és települési értékként bekerülnek a települési értéktárba, ezek közül kiválogatnák azokat az értékeket, amiket úgy gondolnak, hogy a megyei értéktárba is helyük lenne, hiszen a megyei értéktár egy másik fajta kosarat jelent. Nem minden települési érték lesz a megyei értéktár része, és erre javaslatot tennének. Persze ez rengeteg munkát jelenthet a településeken, és nem is mindig tudják a települési önkormányzatok azt, hogy hogyan is fogjanak ehhez a munkához, hiszen az említett jogszabály az nem csak azt mondja ki, hogy mik azok az értékek, amik a magyar értéktárba, a hungarikumok közé, illetve a megyei értéktárba bekerülhetnek, hanem azt is megmondja, hogy hogyan lehet valami települési vagy megyei érték. Tehát ez egy kutató munkát kell, hogy megjelentsen a településeken. Tud-e a megyei bizottság segítséget adni a településeknek? Nagyon sokszor kerülünk abba a helyzetbe, hogy mi magunk észre sem vesszük, hogy milyen értékek vesznek körül bennünket, hiszen nekünk az természetes. Mi az, amiben tudnak segíteni a Persze, településeknek? Hát a megyei értéktárbizottság számtalan eseményt, rendezvényt szervez. Elsősorban megpróbálja felhívni a települések figyelmét arra, hogy hogyan is kezdjék el. Erre egy jó lehetőség lehet, hogyha minden településen vannak egyházi könyvek, hogyha ezeket a könyveket egy kicsit elkezdik kutatni. Ezt jó lenne, ha digitalizálnák is, hiszen maguk ezek a leíratok is értéket jelentenek a településeken, hiszen ezekben a könyvekben olyan élettörténeteket, olyan folyamatokat, olyan települési eseményeket rögzítettek az adott kor nyelvén, amiket nem biztos, hogy ismernek a településen élők, másrésztről pedig lassan elporladnak ezek a dokumentumok, tehát hogyha nem lesznek ezek digitalizálva, akkor évtizedek múlva már nem biztos, hogy kutathatóak lesznek, vagy megtalálhatóak lesznek ezek a történések, események, számtalan ilyen érdekesség lehet, és hát jó lehetőséget biztosít az értelmes diákfoglalkoztatásra a településen.
Mik azok a hungarikumok, amik ebből a megyéből kerültek ki? Hát büszkék vagyunk arra, hogy a szatmári szilvalekvár, a pálinkák, azok a megyei értéktárból kerültek a hungarikumok közé. Gazdasági potenciált is jelenthetnek, hiszen feldolgozásuk élő munkaigényes, akár a szilvalekvárról beszélünk, de a pálinkáról is. Kevesen tudják azt, hogy jó pálinka csak jó gyümölcsből, és nem a hulladékgyümölcsből készülhet, és hát ezeket azért érdemes kézzel szedni. Tehát nagyon sok olyan értéke lehetne még a mi megyénknek, amiket érdemes lenne leírni. Tehát nagyon fontos megemlíteni azt, hogy amikor értékjavaslatot teszek, akkor az nem azt jelenti, hogy írok egy levelet a megyei értéktárbizottságnak, és akkor beleírom, hogy kedves értéktárbizottság, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe található X érték, és kész. Tehát az értékjavaslat az azt jelenti, hogy az értéket le kell írni, dokumentálni kell. Tehát ez is a jelentősége, én azt gondolom, ennek az értékfeltáró munkának, hiszen így kerül megőrzésre egy-egy életút, egy-egy települési épített emlék, sok mindenről elfelejtkezünk, és tényleg igaz az, hogy az ott élő gyakran elmegy, akár minden nap is elmegy egy-egy érték mellett, és nem látja, hogy az a településén egy olyan kiemelkedő jelentőség érték is lehetne, amit érdemes lenne egy kicsit jobban odafigyelve megőrizni. Jelen pillanatban, amiken dolgoznak, van-e közötte olyan, ami hungarikum gyanús érték? Hát én nem nagyon említenék ilyet, mert megsértem akkor a javaslat tévőket, de természetesen sok olyan értéke lehet még a mi megyénknek, ami mindenképpen hungarikum gyanús kell, hogy legyen, mert hogy mi is az, hogy hungarikum, az az érték, amiről Magyarországot valahol jegyzik, és ez nem csak kézzelfogható termék, vagy gyümölcs, vagy épített érték lehet, hanem lehet módszertan is, és én azt gondolom, hogy a mi megyénknek számtalan olyan szülötte volt, akinek a munkásságát érdemes egy kicsit alaposabban tanulmányozni. Nem szégyen bevallani, hogy az ember, amikor egy-egy ilyen javaslat kerül a megyei értéktár bizottság elé, saját maga is rácsodálkozik arra, hogy jé, ez is a mi megyénkben található, és hogy mennyire kevésbé ismert akár általunk is. Pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár bizottság jelentős része szakmai képviselő, hiszen egy-egy terület, szakterületet képviselnek, megpróbáljuk a lehető legjobb döntéseket hozni az értéktárbizottságon belül. Én azt gondolom, hogy nagyon szép szakmájuk van, úgyhogy további sikeres munkát kívánok. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm.